Sziasztok! Folytatjuk Arany János életútjának követését, megpróbálunk eljutni a legfontosabb helyszínekre az életéből. Megnézzük, hogy hogyan élnek most, hogy emlékeznek Aranyra és a reformkor nagyjaira, megpróbálunk utána élni, hogy ők egyáltalán hogy éltek. És most 1851-et írunk, 3 évvel a szabadságharc után, 2 éve nem látta Arany Petőfit, felkapja kis családját, 2 gyerekét és feleségét, és a nagy szalontai jegyző elindul Nagykőrösre, hogy a református gimnázium tanára legyen, magyar latin szakos tanár és a 7. osztály osztályfőnöke. De nem egyedül megyek, hanem régi jó barátommal, Beresz Istvánnal, aki a kor nagy tudója, beszáll mellén Nagykőrös felé az autóba, és végig beszéljük, hogy mit jelent ma nekünk Arany és Petőfi barátsága, és mik azok a szokások, amiket ők üztek, és mit lenne érdemes nekünk átmenteni ezekből a mostani mai életünkbe. Szervusz, drága Pisti! Nagykőrös, csináljuk! A társasági élet az Arany életében tulajdonképpen itt jelent meg, a Nagykőrösön. Itt már gyakrabban látogatták a barátai, hiszen közelebb volt Pesthez, és könnyebb volt ide lejutni. De mégis szomorú időszak, mert tulajdonképpen innentől nincs Petőfi. Érdekes, hogy Aranyról csinálunk road movie-t tulajdonképpen, és folyton vissza kell kanyarodni az ő barátságukhoz, mert szinte egyik karakter a másik nélkül nem értelmezhető. Kevés olyan költő van, akinek folklorizálódtak is, népdalokká váltak versé, és például Petőfinek rengeteg, de Arany Jánosnak is például Szék, ami a Mezőségen található, Kolozsvártól nem messze, ott például a Mátyás anyját, gyönyörű, talán a világ leglassabb páros táncába, a Széki lassúba éneklik. Tehát Arany János, annak ellenére, hogy a legmagasabb értelmiségi írástudó ember volt, ő neki valószínűleg volt füle arra, hogy meghallja azt az akkor még teljesen más, elszigetelt társadalmi rétegnek a hangját, aki megőrizte ezt a kultúrát. Szerintem meglátták azt, hogy ebben az országban 10 millió ember van, akinek szüksége van arra, hogy megfogják a kezét. És nem, ne legyen egyedül. Ugye Aranyék, ők nem csak írtak, hanem ők kvázi festették a verseiket. Náluk nem elolvasni kellett egy verset, hanem meglátni, átfolyatni magad az egész, benne lenni. Az ember beleőrül a gondolatba, hogy ő, neki a magyar lehet az anyanyelve. Tehát az, hogy mi Arany János, Petőfi, József Attila, Adi Radnóti nyelvén beszélhetünk, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, én is pedig ezzel foglalkozom egész életemben. Ha magyar embernek születsz, már alapból van egy feladatod. A magyar anyanyelv, és ez nem egy álszent gondolat, hanem hogyha valaki engedi a saját lelkét belevezetni ebbe a nyelvbe, akkor erre óhatatlanul rájön és felismeri. Pistikém, mielőtt megnéznénk az aranyemlékeket Nagykőrösen, hadd mutassam meg neked a Toldi Miklós élelmiszeripari szakközépiskolát és a benne járó péklegényeket, hogy tudják, hogy melyik út vezet Budára. Péklányok, péklegények, Toldi. Sziasztok, szép napot kívánunk! Szevasztok! Dávid, mi van a tetkódra baron? Aki nem ismeri a múltját, annak nincs jelen, a jelen nélkül nincs jövője. És ezt miért nyomtad le? Hát mert úgy gondoltam, hogy a tudnom kell azt, hogy honnan indultam, hogy hova tartok, és hogy jelenleg, hogy hogy állok az életbe. Azt mondjuk ma itt Nagykőrösen a Toldi Gimiben, hogy Arany János, akkor nektek mit mond ez? Jobban szerettem, mint Petőfit. Tényleg? Nagyon nehéz, mert nekem az a baj ezzel a témával, hogy csak ilyen kellemetlenül lehet kérdezgetni, mert én 2 évvel ezelőttig pontosan ugyanígy voltam Arannyal. Vagy nem, tehát hogy nem volt semmi a tudásom, gimiben nem kaptam meg. Nem az, hogy Petőfista, hanem az volt a bajom, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy elkezdem olvasni az életét, és például soha nem tudtam, hogy 10 voltak tesók. Ti ezt tudtátok, hogy 10 voltak tesók? Igen. És abból 8 meghalt? Igen. Sára maradt Jánosom. Tudjátok ti, de én ezeket nem tudtam például nagyon sokáig. Tehát előttem egy ilyen bajszos öregapó élt, meg az, hogy annyi idős volt, amikor írta a Toldit, meg Petőfi János Vitéz, mint mi most. Átjövünk a gyúró szekcióhoz, tőletek is megkérdeznék, hogy nektek mit mond ma Arany. Mi az első, ami beugrik róla? Kedvenc ételei. Kedvenc ételei? Igen. Az ő. És mik voltak a kedvenc ételei? Például a marcafánk, azt szerette aztán. Marcafánk? Mi a marcafánk? Hát
ezt a marcafánkot 1859-ben írta Szilágyi Istvánnak Arany, és a marcafánk az kétfajta receptet is írt Szilágyinak. Az egyik az egy olyan... Arany megírta a receptet. Megírta neki, igen, mert az volt a kedvenc étele, illetve süteménye. Az egyik egy keltészta volt, a másik meg egy ilyen felvert tésztaszerűség, az egyiket kemencébe sütötte, a másikat pedig olajba. És Arany maga is sütött, főzött? Igen, 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 bár nem nagyon szeretett, de ezeket megcsinálta. A srácok gondolni, hogy tudják mondani, mi volt a kedvenc étele. Mik voltak még? Csirke paprikás is volt, ami nagyon szerette. Szerintem fiúk, ti éhesek vagytok, nem? Te nem az, hogy egész nap így gyúrjátok, de nem ehettek belőle, így aztán nem csoda az Arany János életműből az ételek vannak meg. De ti vékony pékek vagytok, ez miért van? Ez nem jellemző? Meg... Vigyázzam, mindjárt föltűri a pólóját. Pistikém, és ott vannak a péklapátok a háttérben. Na végre. Emeltél már péklapátot? Eddig nem gyakran, de úgy érzem, hogy most itt az ideje. Itt az ideje. Megfogod? Kezdjed nyugodtan te. Nálatok ez ilyen erőpróba? Péklapát emelés? Tehát ez szó van erről? Ki tudja, hogy ilyen bulik végén van péklapát emelés? Házi buliba azért rendszeresen visztek péklapátot, nem? Ez összecsomagol engem ez a... Pistike? Toldi, ez ilyen toldi. Egy kézzel kéne, vagy két kézzel? Hát csak ilyen kitámasztással azt enged tudom csak valamendig. Így kéne simán. Hát ezt gondolom komolyabb alkar kéne. Lábíz? Nézzünk itt a péklegények svéd asztaláról. Megtoldizod a péklapátot? Nem sértjük meg a többieket, ha először Dávidot kérjük meg. Nem mertek megsértődni mi. Nézzük Dávid mestert. Oppácska! A tökéletes vízszín! És most közben el tudnám mondani a Toldi első énekét? Ez a kenyér? Igen, a kenyér. Na. Mit csipog egy? Reméljük fehér kenyér. Egy fekete kenyér. Kolló. Vigyázzatok. Fekete kenyér, ez már kár. Bocsánat. Hány fokat fogjátok próbaképp a kenyeret? Meg. Kenyérsimogató. Istenem, ez nem. Jó. Sziasztok, köszönöm a vendéglátást, meg a kenyeret. Sziasztok. Nem megy? Hívjuk a pékeket. Rémlik, mintha látnám termetes növését, pusztító csatában száfa öklelését. Hallanám dübörgő hangjait szavának, kit ma képzelnétek istennyilának? Ha, beindult! Ez volt ám az ember, ha kellett a gáton! Sétálunk át a nagykőrösi Arany János gyűjteményhez, és közben el tudunk sétálni a református gimnázium előtt, ahol 851-től 60-ig tanított Arany János magyar nyelvet, irodalmat, latint, kicsiknek görögöt. Nagyon szerették, 50-60-an is jártak az óráira, és azt mondták, hogy ez ünnepek voltak. És a szabadságharc után nem volt szabad Petőfit birtokolni, és a Jókaitól kapott egy Petőfi összest, és elmentek hozzá a gyerekek, és kölcsönkérték két hétre. És egymásnak lemásolgatták kézzel a Petőfi összest, és így terjedt a városban a féle ilyen szabadságharc utáni utóforradalomként. És akkor már nagyon szomorú volt Arany, és ez volt az egyik legnagyobb öröme itt az 50-es években, hogy Petőfi emlékét így tudja őriztetni, mint most mi itt a református gimnázium előtt. Azért megható itt állni. Na itt a család, a családi kör. És itt állt a ház, ahova költözött, amikor megérkezett Nagykőrösre. Itt vagyunk egy tematikus szabadulószobában, ahol különböző Arany János életéhez kapcsolódó tárgyak és kódok segítségével kell kijutnom egy óra alatt.
Itt vagyunk a Nagykörösi Arany János gyűjteményben, ahol 21. századi módszerekkel próbálják hozzánk közelebb hozni az aranyi örökséget. Ezt a kiállítást fogom megnézni ezzel a hologram arannyal és Madarász Isti filmrendezővel, aki hasonló dolgokban mesterkedik. Szia Isti! Hello, hello! Szóval te is csináltál egy tetemre hívás kis filmet. Aha. Miért? Az volt a lényeg, hogy nekem az volt a mániám, hogy aranyt már nem olvassák el. Nekem van egy fiatalabb húgom, és őt ez nem érdekelt, és akkor meséltem neki róla, hogy ez milyen király, akkor nem is értik a nyelvezetét. És akkor nézte ezt a, nem tudom, CSI helyszínek lőket, és én meg magyaráztam neki, hogy a tetemre hívás az egy ilyen epizód, hogy van egy hulla, megtalálják, és akkor ki kell nyomozni, hogy ki ölte meg. És nekem ez a mániám, hogy ezeket a régi, iszonyatosan jó sztorikat áthozni a mába. Szerintem ezeket a régies mondatokat teljesen új tartalommal lehet megtölteni, és akkor rájönnek, hogy arany egy baromi jó storyteller volt. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. A hídavatás, az Ágnes asszony, ezek krimik, pszichotrillerek. Csak ma már nem ezt a nyelvet beszéljük, és szerintem, hogyha ezt oda tudjuk nekik adni, akkor ez pont ugyanolyan érdekes, mint egy amerikai sorozat. Ezek meg aranynak a könyvei. És ez az egyetlen családi fotó róluk, ebből készült az a szobor, amit kint láttunk, és itt van a kezében a megyfabot, pontosabban mögyfabot, ami itt van, eredeti. Itt meg az óriás pipája. Ez az annyira elképesztő, hogy ez effektív az ő botja, és ezt fogdosta, és vakarta vele a hátát. Ez milyen verszibárdok? Ez az első kiadás, 1863-as kiadás. Egyébként ezt itt írt a Nagykörösön, csak nem merte, vagy nem adhatta ki. Imádtam ezt gimnáziumban a verszibárdokat, ez annyira megrázó volt nekem. És itt van ebből a képregény is, nem? Itt van a képregény. Ezt nézzük meg. Kvázi első és utolsó kiadás. Ez milyen jó. Szerintem ez teljesen lenyűgöző, hogy képregényben megcsinálják a verszibárdokat. És biztos, hogy van egy csomó ember, aki azt gondolná, hogy ez szentségtörés, nem? Tehát, hogy itt nem lehet. Igen, de ez jól sikerült szerintem vele. Tulajdonképpen egy az egyben is jól és jó ízlésűen megcsinálta. Effektíve megtartotta a szöveget, megrajzolta, csak modernbe rajzolta meg. Tehát kicsit azt, amit én a tetemre hívásod, láttad, hogy itt van, hogy húrok közé csap a bárd, és egy elektromos gitáron a kezébe. Igen, és... De nagyon stimmel, tehát nagyon abszolút jó értelmezés. Meg szerintem ez most a rocker pórós elektromos gitár, az azt jelenti, amit régen a bárd jelentett. És ezt odaadom én a hugomnak, vagy majd a gyerekemnek, és el fogja olvasni a verszibárdot, amit soha az életben nem olvasna el. És végignézegetni, és még meg is ragadna benne. Tök jó, hogy van ilyen. Tök jó ez az egész gyűjtemény, hogy így ennyire átemelik aranyt ide 2019-ben. Mindenkinek el kell jönni.